többé-kevésbé minden megvalósult, amit elterveztél? Gratulálunk! Köszönjük szépen! Első 5 perc nem tetszett, de hát ez természetes, hogy azért volt bennünk egy idézős vizsgadruk. Meg az utolsó 5-6 perc, tehát ott azért is kértem időt, mert ugye egy ekkora különbség, már hajlamos egy csapat csak a góllövésre koncentrálni, és nekünk azért nagyon fontos az, hogy a védekezést tartsuk amennyire lehet, és ameddig lehet feszesen. Úgyhogy de összességében ennyi a hiányérzetem. Szépen el tudtuk osztani a terhelést, alapvetően én azt gondolom nem volt olyan játékos, aki gyengébben teljesített volna, viszont volt sok kellemes meglepetés. Úgyhogy összességében ez nyilván egy bemelegítésnek jó volt, és azt is tudjuk, hogy a lényeg innentől jön. Igen, mert az a legfontosabb, hogy holnap minden tökéletesen működjön a szervek ellen, nem? De jó lenne, ha ez így lenne, de ezen dolgozunk, hogy minél tökéletesebben működjön. Folyamatosan rotáltad a csapatot, nyilván ez is az egyik célja volt ennek a meccsnek. Persze, hát meg ugye nézzük itt folyamatosan az adatokat, tehát nem akartunk senkit besavasítani, úgyhogy feltétlenül, tehát itt az Anitával folyamatosan kommunikáltunk, hogy mikor, kit, hogyan kell lehozni, visszavinni. Hogy fog telni a hátra lévő idő a szerb mérkőzésünk? Hát most megnézzük a Gáborral az orosz-szerb mérkőzésnek az első fél idejét, utána visszajönk a Szálldába, mert addig ennek a mérkőzésnek már a félig feldolgozott felvételét megkapjuk, és esünk neki. Tehát, hogy megnézzük, hogy találunk-e benne még olyan információt, amire szükségünk van, valamint azért az orosz csapat is azért nagyon rég játszott ebbe az összetételbe, és teljesen újak a szakmai részről. Úgyhogy nyilván ott is át kell nézni, úgyhogy hosszú lesz az este. Jó pihenést azért! Köszönjük szépen!